Szervusztok, srácok! Üdv mindenkinek! Ez itt a Big Time. Ezt fogjuk mi most megnézni. Itt pénzt lehet keresni. Ez egy pay-to-earn játék. Free-to-play, igaz, jelenleg meghívásos alapú. És hát engem is meghívtak, hogy játsszak ezzel a játékkal, hogy mutassam meg nektek, illetve, hogy általam hozzáférést szerezhessetek ehhez a játékhoz. Úgyhogy ez lesz most a menet. Ez egy PC-re készült multiplayer RPG. Van 4 klassz, de természetesen bármikor lehet zsebórával váltani. Van egy pallosos, egy healer, aki kalapáccsal és pajzsal van, illetve egy varázsló és egy lopakodós, ilyen rugó jellegű karakter. Úgyhogy ezek közül lehet választani. És ugye, ami lootot lehet itt szerezni, van olyan loot, ami ugye gear, illetve van olyan loot, ami skin. Na, ez az NFT. Ebből lehet pénzt csinálni. Van, aki akár az első játékjának az első pár órájában csinál pár száz dollárt, van, aki hónapok alatt egy forintot sem. Nagyba befolyásolja az a tényező, hogy hányan játszotok együtt, mert minél többen játszotok, annál több a lehetőség, hogy esik NFT. Illetve az NFT az nem csak esik mobokból vagy bossokból, hanem lehet gyártani is. Na, a gyártási része az egyelőre tőlünk egyelőre távol áll, de onnantól indul be az, hogy ilyen forge-okat kell letenni, különféle forge-okat, vagy éppen bérelni azokat, vagy armorikat csinálni. Kíváncsi vagyok, hogy meddig fogunk jutni. Jelenleg ezt a Ruby Pest, ezt tudjátok begyűjteni így a kitűzött üzenetben, így akár a YouTube chaten, akár a Twitch chaten, ki van tűzve az üzenet, és akkor ott tudtok hozzáférést szerezni. Most ezt a nagyjából fél vagy egy órás tutoriált fogjuk így együtt megcsinálni. Ez most egyelőre így a terv. Gyorsan a beállításokat, azokat megcsináljuk. Nagyon jó. Motion blur az nem kell, és a frame limit... Hát azt szerintem jobb, hogyha nem 30-ra kepel. Ezek amúgy az alapbeállítások voltak. Jó. Jó. Jók az NFT-s játékok, csak ne legyenek agyon botolva. Hát te biztos, hogy tudnál big money-t kiszedni ebből a játékból is, tag. Amilyen elkötelezett vagy bizonyos játékok irányába. Na hát, az vagyok a tém. Szerintem újra kell indítani, és utána jobb lesz, srácok. Utána biztos jobb lesz. Érdekes. Szerintem dédoszoltok. Nem akarjátok, hogy az enyém legyen az összes NFT. Szerintem ez van. Vagy az, hogy early access. Szóval éppen javítják. Hát eleve rákatintottuk, hogy tudomásul vettük, hogy lehet, hogy baj van. Na, eddig ilyen nem volt. Csak mondom, hogy eddig ilyen nem volt. Nem fogom tudni ezt így mind nem jegyzem meg, de semmi gond. Kiteszem ide a másik monitorra ezt a kis segítséget. Vagy hogyha ti esetleg ezt így memorizáltátok, akkor majd tudtok segíteni.
Oké, megvan. Na. Jó. Én most már tudok puskázni. Jó, hát eddig ilyen nem is volt. Hát, hagyjuk már. Na, szóval, klassz választás, ez az, amit mondtam nektek, hogy milyen klasszok vannak itt, a harcos, a healer, a mágus és a rugó jellegű. Szerintem harcost fogunk kezdeni, jó? Ott van, a zsebórával játék közben lehet váltani. Nézed, hogy mi is ez a game? Hát ez big time, big money. Na! Na! Oda néz. Ha. Szerintem velük nem lehet beszélni. Már be is váltottál egy kódot, Gyurci Morci? Nyugodtan váltsátok be, csak Twitch account kell hozzá, a Twitch accountotokat is csak annyira nézi meg, hogy hozzáfér a szem, meg az e-mail cím. De Discorddal is tudjátok használni. Szerintem velük nem lehet beszélni. Van egy olyan érzésem, hogy velük nem lehet beszélni. Vagy ehhez is újra kell indítani a játékot. Biztos. Mit szóltok? Szerintem újraindítás kell. Vagy nem jó az internetem. Amúgy az is benne van, hogy nem jó az internetem. Vagy... Hát az a gond, very high a population. Hát átugrunk gyorsan a golfra. Na most a golfon milyen jó lesz. Hülyeség. Ez hülyeség. Hülye golf, a bravo a tuti. Jó van. Nem lehet előről kezdeni? Szerintem ez egy... Amúgy srácok, hát hülyeskedtek. Én megmutattam nektek, hogy hogyan lehet itt skippelni a tutoriált. Nincs mit. Nincs mit, srácok. Nincs mit. Bármikor. Kérdezzetek nyugodtan. Hát... Akkor jó. Én nem szeretem a játékokba skippelni a tutoriált. Na, majd ő segít nekünk. Na, tessék. Welcome to the training ground. Na tessék. Ott is van. Rögtön ott is van. Jó. Ott egy kukac. Na, mégiscsak van tutoriál. Várjatok csak. Mindegy. Mögöttem az van, hogy ugrani lehet a space-el, VSD-vel pedig dodge-olni. Ezt mondjuk pont nem szeretem. Ilyesmi volt a Cyberpunkban is, és ez nekem nem adta. Ez ilyen barátságos kukac volt. Na, azt mondja, nyomjuk meg a K betűt, hogy stat és skill pontokat költsünk, ne aggódjunk, ezt lehet resetelni a későbbiekben. Na nézzük. Egyelőre, ahogy látom, ez a Warrior Kick. Erre lehet így tenni. Hopp, tessék. Ez most már level 1-es. 14 szek CD van rajta, 15 és 30 között damol, és azt hiszem a sima kardunk az egyet damolt eddig. Ó, és ott még vannak statpontok. Nos, mivel én a harcost választottam, a harcosnak STR kell. Úgy. Na most nagyon STR-esek lettünk.
Jó, én rá is raktam ezt a két pontot, biztos nagyon jó lesz. Persze, hogy mentjük. Na. Passív pont. Inventory space növelés a passív fán, mert ekkora az inventorink. Aha, tehát ez 5, 10, 20, 22. Én azt mondom, srácok, nagy szükségünk lesz arra, hogy itt inventory space növeljünk, vagy minimap fog reveal radius increase. Aha. Ez jobban tetszik, srácok. Ja, és ezt ki is maxoltuk? Ja, hogy lehet majd még jobban. Szerintem ez jó kezdés. Nyomjuk meg a tabot, és tegyünk ki a hotbar a potion-t. Energy potion, health potion, illetve Tree of Life, ami egyszerre tölt HP-t és energy-t egyaránt. Igen, milliókat lehet kiszedni ebből a játékból. Big money. Persze, nullára. Lehet szvepelni fegyvert. Uh-huh. Ott egy kukac. Na várjál, itt valami kombózás van? Hú, hát itt figyelni kell a kombózásra. Kész. És akkor már meg is tanultok, hogy hogy kell a játékkal játszani. Na! Látjátok, ez itt már az NFT. Nem, amúgy ez nem az. Az kírja nagyba, hogyha az NFT. Ez egyelőre csak gear darab. Egy level 1-es, tier 1-es gear darab. Ad nekünk HP-t és energiát, ez amúgy nagyon jó. Ez nagyon jó. És ott van, hogy requirementek vannak. 37 STR kell ehhez, mármint hogy annyi van nekünk, és 29 kell ehhez. Illetve egyes szintű Pocket Watch ott van, és ez a Pocket Watch, ez ott van, hogy ez Warrior Training Pocket Watch. Dupla klikkel fel is tudjuk venni, úgyhogy most már az van bent. Itt van Vox. Ez már az Elden Ring-es DLC. Aki akar jönni együtt big money-t szerezni, csak szóljon nyugodtan, és olyan partizások lesznek itt a golf szerveren, hogy csak na. Big time, big money. Vissza is van az Elden Ring Collectors rendelést? Helyes. Helyes. Megsimogatjuk a cicát. Nincs animáció rá. Kadét vagyok. Jó. Nyolcvanszázalékos GPU kihasználtság. De nézd a jó oldalát. Csak 8 gigát használunk, tehát ez most kevés RAM amúgy. Na, ezek a portálok, ezek azok a dungeonok, amik nagyon jók. Ezek nagyon jók. Szia, Roltán. Roltán nem érdekli a big money. Mert ő már eleve. Már ő már eleve big money-val rendelkezik. Viszont ti még most szerteltek itt a praktikákra, hogy mégis hogyan lesz a big money. Itt van Erwin Schrödinger. Ki kell szabadítanunk. Beszorult, stackolódott.
Na, srácok, szétverjük. Figyelj. Ezt még nem tanultok meg, ez micsoda. Sit and rest. AP és energy regen. De addig nem tudunk mozogni. Agro ratingünk nő. Aha, jó. Oda, hát oda néz. Kiszabadítottuk Ervint, és rögtön esett egy sapka. Oda néz. Hát ez durvábbat dobott, mint a kígyók. Vagy mi, gyíkok, vagy kukacok. Ja, de nem tudunk felvenni semmit, mert ezek ilyen dexes, vízdomos, 61 STR kell ehhez? Hagyjuk már. Hát 61 STR-e senkinek nincs. Step blockchain, I'm stuck. Jó. 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 Meg kell ölni az őröket. Na. Nem tudunk homokórázni. Aha. Oké. Okay. Most mondja nekünk, hogy amúgy bal klik. Let's try heavy attack. Nagyon jó. Ha erre nincsen kombó, ahogy látom. Mi? Kombó finish? Na várjál. Az komoly? Na várjál. Az komoly? Na jó. Ez amúgy durva. Nem is emlékszem már, milyen játék volt az, amiben ilyen kombók voltak. Elszóltam, srácok, a ritmus. Jó van, megrúgdossuk, az többet sebez. Picsere, egy nagyon gonoszak vagytok, srácok. Azt nézd, milyen területi sebzés. Ez mi? Most itt próbáltam amúgy ezeket a kombókat ezekkel próbálkozni. Ez egy boss. Azt nézd! Túl korán nyomom valószínűleg a támadást. Hát legalább besselni azt tudunk. Nem mintha ők most itt nagyon meg akartak volna támadni. Biztos azért van, mert ez tutorial. Na nézd, még egy boss. Már majdnem az utolsó támadást is be tudtuk vinni. Már azt hittem, srácok, hogy egy NFT eset. Basszus, lemaradt az utolsó ütés. Nagyon jól kell itt a ritmusba lenni. Aha. Macska menta. Így van, srácok. Szóval kicsi a drop rate. A kedvem sötét. Aha, ezek shine-ok adnak különféle buffokat. Ez a block chance növeli meg. Oda néz!
Szóval minél többen vagyunk, partiban, annál több az esélye az NFT-re. Ezért nyomják ezeket a gémeket a csapatban. Szia, Azbest! Látom, te is jöttél meggazdagodni. Ott is van! Bígy! Hogy megrúgdom? Azt hittem egy pillanatra, hogy ez már itt az NFT. De nem. Sajnos nem az. De szintlépés az lett. Aha. Chrono Shield. Gold coin. Mi? Az mi? Elkvipeltünk egy shieldet. Shield. Hagyjuk már. Shield, érted? Great Sword, azt shield. Ó, a jelenlegi fegyverünk junk. 4 kötőjel 7-es sebzése van, ennek meg 8 kötőjel 12. Így né. Artifact Fragment. Oda néz. Az Artifact Trader adhat nekünk olyan cuccot, ami Artifact NFT. Hopp! Minimum melee damage. Na jó, ennek nagyobb, úgyhogy az jöhet. Viszont azon azt mondja, hogy a barrier olyan csíkos, ott meg... Jó. Ez szansz, szóval nem... Biztos, hogy fog, srácok. Biztos, hogy fog. Big NFT looting lesz itt. Barbár üvöltés. Sok vévet tolunk. Jól van. Én azt mondom, legyen, és mit akarunk még? Hát természetesen azt, hogy még több loot férjen el nálam. Na, ennyi, kész. És az STR-re pakolunk, ami, hát ugye azt mondták, hogy ez kell a Warriornak. Növeli a HP-mat. Nagyon növeli a HP-mat. Jó, hát végül is, hogyha emiatt tudunk jobb cuccokat hordani, legyen. Erről ott valamit kiírt. Lemaradtam. Azt hittem, hogy lehet már most levenni skill pontokat. Szerintetek oda le lehet esni, mert azt ki kéne próbálni. Mi az a TMB? TMB. Ennek más a movesetje. De mi lehet az a TMB? Ki kell derítsük, srácok, mi lehet az a TMB? Thumb mouse button. Ah. Na hát, oké. Oké, ezt nem tudtam. Most megyünk a boss szobájába. Igen, ez az egér oldalán levő gomb, igen. Állj a Tree of Life-hoz, hogy töltődjön a HP-d és az energy-d. Amúgy... Azt mondtam már nektek, hogy lehet... Tehát, hogy az emote is NFT? Nincs mit.
az komoly! Miért kapott a bosszos. Hopp! Vége. Vége. Így valamit itt kiírt mögöttem, egyrészt nem is tudom most kiklippelni, hogy megnézzétek, hogy mi volt, vagy hogy megnézzük, hogy mi volt az. Másrészt olyan gyorsan vége lett, sietem felvenni a lootot. Na hát 1230 fizikális sebzés nyomtunk, és epic. Meg level 7-es fegyver. Az érdekel téged, hogy ez jobb-e, mint a Diablo? Hogyne. A Diablo-ba meg tudsz gazdagodni? Nem. Na tessék. Legalábbis legális úton. Jó, nem dobott ki. Szevasz, Vic. Ahogy látom, újra szintet léptünk. Na, elokkoltuk a homokórákat. A homokórák ilyen drága dolgok, amivel fel lehet gyorsítani a folyamatokat. Q. Azt hiszem a Q-t mondta. Q-val lehet shieldelni. Igen, ez az, amiről lemaradtam, mert olyan gyorsan eltűnnek. Én csak attól félek, hogy úgy meggazdagsz, hogy a jaktodról már nem lesz kedved streamálni. Most is a jaktomon vagyok, az best. Csak fizetni kell a tankolást. Odaadjuk a catnipet Waffles-nek. Nagyon jó, és ő meg ad cserébe nekünk potion-okat. Meg itt a itt a sivatagba, hát vennem kell a vizet, hogy mehessen valahol a jacht. Az a kérdés, hogy lehet elmenni a gazdiához. Oda néz. A macska megette a tokent. És ez most jó, gondolom én. Jó. Az inventory tele van. Menj a városba, hogy eladj szaftos lootokat és felszabadítsd a helyet. Hát srácok, fel kell szabadítani a helyet, mert hogyha kiesik a legeslegdurvább NFT, a big money, akkor ott kell hagyjam a pénzt. A pénzt a földön? Az nem lehet. Vendroid. Érted? Vendroid. Adott nekünk egy táskát, egy 4 slotos táskát, így még oda is lehet pakolni. Na ez kell ezt hasonlítani a WoW-ra. Az NFT-t nem az inventory-ba tárolod. Biztos itt. Itt tárolom az NFT-t, igaz, Vic? Te már ilyen big time milliárdos vagy, igaz? Nevezhetik volna a játékot Big Money-nak, az menőbb. Nem, mert igazából a Big Time az az, hogy sok időt teszel bele, és a Big Money az csak utána jön. Tehát Big Time nélkül nincs Big Money. Sőt, Big Time nélkül nincs Big Loot, ami Big Money. What a beautiful day today. Na, ilyen beszélünk az Ervin-es cuccot is. De előtte eladjuk a lootot. Azt mondja, hogy shift jobb klik. Igen, ez az, ami kell nekünk. Ha eltöred, ezed, megveszed. Hát, megtartjuk, jó? Megtart. Asztorot! Na, ez big damage. Azt is megtartjuk. Van itt valami...
chest, vagy valami, ahol el tudom tenni azokat a dolgokat, amiket most még nem tudok használni. Rejú poti. Have a nice day. Maybe I can help you with something. Jó, megvan a csomag. Menjünk vissza hozzá. Hát nem vagyok belőle milliómos, sajnos tavaly őszkörül játszottam vele, esett is pár NFT. Az accountomon van 62 dollár, de azt vissza kell forgatnom szerintem a játékba, hogy valahogy máshogy ki tudjam venni. De várjál, én úgy tudom, hogy amit eladsz a... Pénz, hát ez pénz, valaki kidobta, kösz. Szóval, én úgy tudom, hogy amit eladsz a marketen, vagy hogy hívják ezt a helyet, itt, ahol itt ilyen... Igen. Amit itt eladsz, az így oda megy föl a balanszodra, oda, és azt ki tudod venni valahogy. De az, hogy azt nem vágom, de én úgy tudom, hogy azt így ki lehet venni. És ami ott van, az pedig a token, a Big Time token, az meg valami más. Hogy kell ezután adózni? Adózni? Hát mindenért befizeted, és akkor jó. Úgy kell, nem? Hát ez, amit itt látsz, ez ilyen... Ajaj. Igen, itt vannak ilyen epic cuccok, és ezeket így emberek veszik. Na, figyelj. Ott van, itt van ezt a 21 dollárosat, megvették 22-ért. Na, itt van az a kemény, milyen árak van. Na, itt van ez. Ez egy olyan cucc, amivel craftolni lehet felszereléseket. És itt van, hogy ezt, hát ezt egy hónapja vették meg 7000-ért. Ott van. 10 000 dollárért. De ezeket lehet bérelni is. És akkor nem kell ilyet vegyél, ugye? Meg itt van ilyen legendás is. Ez 425 bekerül, ott van, így néz ki, és 36 perce vettek. Ezeket úgy veszegetik. Savaslayer, hát igen, én úgy voltam vele, hogy én ezt a játékot ki akarom próbálni, és ha már adott a lehetőség, hogy nektek ezzel hozzáférést is tudok szerezni, meg nekem is nagyon jó lesz, nagyon jó, akkor miért is nem? Balancról le lehet venni a pénzt, igen. De nem, én nem vágom, hogy az hogyan lehet. Brian-nak azt hiszem van erről videója, hogy hogyan lehet levenni a pénzt. De a Big Time token, az azt hiszem, amit az a saját tokenjük, de azt nem vágom annyira. Fordítás nincs hozzá. Persze lehet kivenni pénzt, de csak kriptóba. Aha. Na, megint kaptunk potion-eket. És kaptunk fegyvert is. Na, ez már tier 2-es fegyver. Hát ez alapján akkor nem is tartogatjuk. Asztorat! 30 és 45 között sebez. Jó, hát akkor megyünk is vissza és eladjuk ezeket a hülyeségeket. Hát majd esik tier 2, az jó lesz. What do you need? Come on in. We have some great items for sale. Ja, az junk. A junkot azt majd jól kidobjuk.
azokat a cuccokat, amiket most egyelőre nem tudok felvenni, azokat lehet jobb lenne, hogyha eladnám. A junkot ugye azt meg ki kéne dobjuk. És akkor ez junk, amit kidobunk. Azt még egyelőre oda tesszük. Nagyszerű. Szervusz Franco Mester, üdv mindenkinek. Na nézzük, 133 méterre kell mennünk. Találtam egy bugot, srácok. Hát én sajnos nagyon messze állok a kriptos világtól, pedig tudom, hogy nem szabad kihagyni, mert akkor elmegy mellettem, és lemaradok itt a dolgokról. Be kell zárni a korrupt portált, ez itt a feladatunk most. És előtte azért még osztunk el skilleket. Taunt. Ráüvöltünk, és akkor gondolom beagrózzuk a mobokat. Aha, quest progresszel lehet ezeket feloldani. Azt néztem, hogy ezeket hogy lehet feloldani, akkor igen, quest progresszel. Ha laggolsz, válts másik rámet és channelt, mert akkor szokat így csinálni. Ja, azt csináltam is az elején. A Bravo-ra mentem be, ami nagyon populárt volt, és hát átmentem a golfra, és onnantól már ugye jó volt. Csak átdobott egy teljesen más placra. És úgy éreztem, hogy ki is hagytam valamit a játékból. Mint hogyha a tutoriált elszkippeltem volna. Hogy olyan érzésem volt. Azt, hogy lerúgtam? Hát én mondjuk azt mondom most, hogy nem akarok kimaradni, de mégis kimaradtam. De hát majd. Aha! Szóval lehet még feljebb húzni a képességet, és akkor kisebb lesz rajta a CD, viszont nagyobb lesz az energy cost, mi a sebzés. Én azt mondom, hogy legyen ez a taposás. Nagyon tetszik egyébként ez a kombózós megoldás. A Blade & Soul-ban volt vajon hasonló? Azért akarsz befektetni a játékba, gondolom, hogy ugye a saját metaverzedet tudjad bővíteni, hogy tudjál craftolni NFT-ket. És az NFT-k gyártásához meg ugyanúgy farmolnod kell a game-be. Gondolom. Azért érdemes befektetni. Tehát, hogyha nem fektetsz be igazából, akkor is tudsz haladni nyilván, csak akkor nem tudsz olyan gyorsan craftolni, meg olyan nagyobb kvalitású cuccokat. Így van, és órákat, amivel lehet farmolni a big time-os kriptót. Ja, ez az Hourglass, ez az. Lehet új szemüvekkel, de nem látod a jó pénz, Zakika. Megveszem a játékot és NFT-t árulok, hogy visszaszerezzem a pénzem? Nem, mert ez egy free-to-play játék.
Szóval igazából a befektetés az annyi, hogy még több pénzt keres. Szóval ha nem fektetsz bele a játékba, ingyen nyomod, akkor nem lesz annyi pénzed X idő alatt, hogyha meg befektetsz, akkor meg több pénzed lesz. Nekem esett egy jobb NFT, ami bárkinek eshet, a $600 ér, egy legendary vértet kaptam. Hoppá. És ebben mi a jó a kiadónak? Majd mindjárt megmondják a srácok. Én nem vágom. Jó, itt ugye töltöttünk HP-t. %5-os feat levesznek az eladásból. Aha. A tauntot még ki se próbáltuk. Fura volt. Nyomtam volna jobb klikket, és így megakadtam. Gáspár artifaktja! Prügy, 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 prügy. A real money-t beteszed, de kivel nem tudod, már bent ragad a saját kriptójukba. De hát azt át tudod váltani, nem? Tehát, hogy nem ragad bent a pénzed, mert hogy el tudod adni. Na, hát én annyit látok, hogy most már nagyobb a sebzés. Meg van sapkánk, menet közben felvettünk sapkát. Hopp, ott van damage log. Na jó, az, ami minket érdekel. Most esett még egy olyan artifact fragment? Amúgy nekem alapból az egyszerűen a game, de van benne néhány mechanika, ami a game számomra, plusz néha annyira lagolt a szerver, amikor játszottunk, hogy hívva váltottunk channelt, az nem segített, annyira le volt terhelve. Nekem itt ami fura volt az előbb, hogy így nyomtam volna a jobb klikket, és így azt láttam, hogy így beakadt a karakter. Tőzsdére kell regisztrálni, és ott bármikor ki lehet kérni kártyára azt, amit a játékba farmoltok. Uh-huh. Hát de igen, ez ilyen, hogy is mondjam. Hazárdírozás, de mint minden ilyen kriptózás, ez ilyen hazárdírozás gyakorlatilag. Ez egy pénzmosó? Hát de most ennyi erővel a kriptóra is mondhatod azt, hogy pénzmosod a kriptó. Megvan az artifaktos. Na, két fragmentet kapunk. Jó. Kaptunk kerekeket, ezzel lehet feloldani újabb képességeket és statokat. Meg még szintet is léptünk.
Én ezt a, erre a rúgásra megyek rá. És akkor van 3 pontunk. Amit még, ahogy látom, egyelőre semmire nem tudok tenni. Mert karakter rank kell hozzá. Igaz? Ezt jól látom. Ja, szerintem itt most semmit nem tudunk elkölteni. Na és itt van a gear, ad nekünk max HP-t. Szóval ez gyakorlatilag csak HP-t ad nekünk. Igen, a Pocket Watch az gyakorlatilag a klasszod. Csak itt ugye most ez ilyen gear volt. És ahogy látom, azt írja, hogy ez ad ability-t és vagy statot. Ó, és amikor szintet lépünk, akkor nem én lépek szintet, hanem a Pocket Watch. Na ez az, amit nem értettem erre, amikor az első szintlépésünk megvolt, akkor ez még mindig level 1-es volt. Ja, de ez is junk, úgyhogy majd valószínűleg előről kezdődik a dolog. Na hát most sivatagozni fogunk, innen is portál fragmentet fogunk gyűjteni. Igen, szóval ki akarjuk próbálni ezt a támadás, blokkolást. Lokális flóra lopkodás. Azt nem is néztem amúgy, hogy van-e valami jobb gír. Na náhogy van. Kellett volna eladni. A játékban nagyjából 3 hónap volt a megtérülés idő, ha így valakit esetleg érdekel. Aha. Egy kis movement speed-es shine. Ez furán nézett ki. Ez olyan fura volt, hogy belém álltak a mobok. Évek alatt nem hiszem, hogy 62 dollárt keresett valaki már, hogy így tavalytól érhető el sokak számára a játék. Előtte csak azok számára volt elérhető, akik így ilyen early pest vettek, és ugye nekik durvább volt a dropjuk is például. Én írtam, de én összekezdtem és 1-2 hónapot játszottam. Uh-huh. Ez a shield-es ez annyira nem jött be, bár nyilván ez kell ahhoz, hogy így partiba tankoljunk, de hát itt nincs parti, nincs tankolás, csak ellenfél szétcsapkodás.
Ez a rendszer egyébként, hogy ilyen kombózás van, ettől így az a kvázi ilyen monotonnak érződő farmolás, ami így szokott lenni ezekben a gémeknek, kevésbé érződik annak. Azt mondja, hogy dühös ellenfelet kell likvidálni. Gyere. Jó, fejbe rúgtuk. Egyik haverommal játszottuk, neki például egy semmi értelmes nem esett. Hát ugye, azt nem tudom abban, majd javítsatok már ki, vagy mondjátok már meg a tutit, hogy az hogy van, hogy a metaverzetben csak real money-ból tudsz építkezni, vagy teljesen free-to-play játékosként is tudod bővítgetni a metaverzedet. Ugye az a saját kis bázisod. Mert a craftolással indul be, úgymond az earn része a játéknak, szerintem leginkább. Csak real money-ból. Ja, és ott venni vagy bérelni kell a cuccokat, aha. Azt a rohadt! Egy T-Rex! Fejbe rúgtam a T-Rexet! Ja, akkor most már értem, hogy miért mondtátok, hogy befektetés. Lehet free-be is építeni, csak akkor attól függ, hogy valaki mennyire szerencsés az ingyenes NFT robban, mert eshet 1-2k dolláros NFT, és abból meg már el lehet indulni. Aha. Na de például, hogy lesz ez a metaverzem? Hogy tudom elkezdeni free-to-play játékosként? Dino olyan nagy, hogy fel kell nézni, hogy... Jó, kimegyünk. Neked fél év kellett a Legendary NFT drophoz? Igen. Van akinek gyorsabban jött. Úgy kell, hogy Open Loot-on eladod az NFT-t, és onnantól lesz egyenleg. Utána pedig kell venni egy Space-t, egy Vardent, és craft anyagokat jelenleg érdemes venni, mert olcsóban jön ki. Tehát akkor azt mondod, hogy én mondjuk ide jövök, akkor itt a marketen lehet venni? Aha, és akkor itt vannak a space-ek. És a legolcsóbb space, ugye a rare-be, csak ilyen rare cuccokat tudsz max craftolni. Ott van, hogy a 139. Gondolom ez a legkisebb. Ott van, veszik az emberek. 139 dollárosokat. Prúgy. Aha. Na és akkor, mit mondtál, mi kell még? Space. Warden. Azt nem tudom, hogy az workshop? Vagy írjam be keresőbe, hogy Warden? Ja, látom. És ez a Warden, ez mit csinál? Na ott van, Lunar Time Warden. Ez készíti az órákat és tölti fel. Aha, jó, ez most már
Túl sok a kérdőjel, úgyhogy... Úgyhogy... Free-to-play egyébként esik neked az NFT, amit a marketernál adsz, megvárod, amíg lesz belőle annyi pénzed, hogy tudj benni belőle, vagy bérelni szobákat, meg ezeket, amik kellenek hozzá. Aha. Én nekem az volt meg, hogy vannak ezek a helyek, és van ez az Armory is például, meg a Forge is. De a homokorákat már elfelejtettem, hogy micsoda. Hadd oldjam fel neked a saját metaverzedet. Na tessék! Na tessék! És hozzáférünk a saját stashünkhöz. Nagyszerű. Gemcraftolós droid, igen. Jó. Mehet is. A homokórával lehet kriptót farmolni. Aha. Na. Meg kell venni a passzív skillt. Ott is van. És mostan nyomok egy ötöst. Oda néz. Szóval a homokórával lehet farmolni a kriptát, a kriptót a játékban, és hogyha van olyan, akkor nagyobb esélyen van big time token dropra. Ez itt valami félreértés lesz. Ez itt valami félreértés lesz, srácok. Ez itt az én saját metaverzem. Baking mit keres itt a... Vagy Beaking mit keres itt az én metaverzembe, srácok? Ő eltévedt? Ez itt az én... Be tud jönni más is. Eljött a portálomon. Ilyet kipakolja a stashemet. Hát most így bele se rakok semmit. Hello and welcome. Na, craftoljuk le az első fegyveres gemünket. Nem fér hozzá stashemhez? És hogyha én azt akarom, hogy hozzáférjen a stashemhez, olyat nem lehet? Craft and slot a gem into your weapon. Nem látsz. Így lehet a legolcsóbban pénzt gyűjteni, bemész másokhoz ládázni. Na, én most lemaradtam amúgy szerintem valamiről, srácok. Mégpedig arról, hogy hogyan craftolom le, mert hogy itt írja, hogy craft and slot a gem into your weapon. A droidnál kell csinálni? Ja, akkor jó, köszi. Én tier 1-es fire gemet akartam. Valószínűleg csak fire gemet tudunk csinálni így. Nem, lifesteal-eset is tudunk. Szerintetek kezdésnek a lifesteal az jó lehet? Vagy inkább menjünk rá a fire-re? Aggro rating increase. Száva lovacska, te is jöttél egy kis big time tippekre, trükkökre éhezni? Megcsinálni a hatalmas pénzeket? Nem tudom amúgy. Szerintem így elsőnek jó lesz ez a lifestyle-es. Jó ez. A leech-elés mindig jó. És akkor most az jön, hogy inventory. Ott a gem. Igen. Hello and welcome. Ott ez kell nekünk. Na, tudtam amúgy, csak
figyeltem, hogy néztek-e. Finisher 6. Na várjál, ez csak akkor működik, hogyha összehozom a 4-et. Ez 1000 pénzbe került? Már be is fizettem az 1000 dollárt. Ez már 1000 dollár volt. Ez lesz mostantól a fő profilod? Igen, igen. Ott van, az ott 4000 forint. Az ott 4000 forint. És most 1000 forintot odaadományoztam a big time-osoknak. Én játszol a laptop módba? Nem is rá. Úgy van, amelyik szoton van a kő, az atak triggereli, vagyis az első szoton, akkor az csak az első atakra érvényes. Ó! Ez tök király. Tehát az első támadásnál akkor nyomunk egy lifesteal-t. Utána például lehetne majd burning-et is apply-olni. Ez amúgy tök király. Így van. Hát a jacht az nagyon sokat eszik, srácok. Főleg sivatagba. Hát önteni kell a vizet a homokra, hogy tudjunk menni. Most éppen ilyen dűne tematikájú hetet tartunk Adrival a jachton, és hát, ja, hát az nem úgy megy. Unreal 3-as játékokhoz volt ultra laptop mód grafika, pont így nézett ki. Na jó, de laptop, tehát, hogy az Unreal 3-as játékokba lehetett pénzt szerezni? Na ugye. Tudjátok, mit felejtettünk el? Eladni. Na, egy fontos kérdés a szakértő játékosokhoz. Ha én most elfelejtettem eladni a cuccokat, mi a legegyszerűbb módja annak, hogy innen a stashemből ezeket itt eladjam? Mit mondtok erre? Vagy egyszerűen menjek itt ki? Gondolom, igen. Van random boltos a dungeon, de most éppen nincs. Aha. Jó, akkor ide visszajövünk, csak előtte eladjuk a dolgokat. Van esetleg olyan, hogy fast travel? Vagy van-e értelme mondjuk a metaverzenbe menni, és akkor ott eladni a dolgokat? Nem tudom, ott van erre lehetőség. Amúgy, lovacska, ez a Fortnite. Van egy olyan érzés, hogy eltévedtem. Szerintetek, hol lehet a város? Aha. Megvan. Van, de az town portál potion kell, azzal tudsz visszamenni a városba, csak még itt az elején nincsen. Aha. Ez még a tutoriál? Igen. Ja. Azt hittem, hogy annak már vége. Come on in. We have some great items for sale. Pedig szerintem már nyomjuk egy órája a gémet. Hát azt eladtam. Have a nice day.
Vannak külön weapon vendroidok, azok jobban fizetnek. Ó. Oh. Van class trainer, ami feloltat... aha, na jó, azt is majd meg kell keresjük. Meg itt is voltam úgy vendor, most látom. Voltosak nagy francok, ajánlasz nekik valamit, sokkal többére adják vissza. Helyes. Helyes. Mert az ekonómia fontos. Most már vajon messze van a tutoriál vége? Tényleg, amúgy ott van a boltos. Na gyere, raptor! Mi van, raptor? Szökik a mána! Amúgy azt mondod, hogy egy órája megy, a fele azzal ment, hogy kibelépheti, hogy működjön. Dehogy is. Dehogy is. Na. És menjünk tovább. Rásoljuk a dolgát. Mik azok a pöttyök amúgy az itemeknél? Az, hogy ilyen kék pötty, lila pötty. Ez mi lehet? Megint jó sok cuccunk lett. Az elején rosszabb voltam, hogy a game. Stabilitás szempontjából, igen. Az intelligencia az ott maradt, srácok. Most tudunk pakit vagy csot váltani. Na. Hát ez egy ilyen multi RPG. Basszus. Akartam egy jobb klikkes támadást bevinni oda a végére, de hát nem jött össze. Hát... akár amúgy én nem tudom, lehet ezt MMO-nak mondani? Szerintem annyira nem MMO. Nem
mondjuk végül is, de már lehet másokkal interaktálni, meg akár másokkal dungeont tolni. Na nézzük! Hát most sokkal több sebzést kaptunk be, srácok, az van. Az a helyzet. Szintet léptünk közben. Aki szeretne hozzáférést szerezni ez a gamehez, az egyébként a finált üzenetben tud klémálni a kódok közül. Úgyhogy hajrá, hajrá! Ameddig még el nem fogynak, addig lehet nyomni. Na, most jönnek a class trének, csak előtte akkor keresünk egy vendort, egy vendroidot. Na tessék. Hello and welcome. Hello and welcome. Ez egy exploit, vagy kifagytam? Ez nem tudom, mi lehetett. Túl sok gombot kell nyomni egyszerre. Igazából, amikor nyomod a sima alta, tehát hogy ez, tehát ott van egy képesség, még egy képesség, és még egy képesség, a taunt, az, hogy a metaverzumban megyek, az meg, hogy leülök. Igazából cuttingatni kell, és hogyha jól időzíted a támadásaidat, akkor tudsz durva finishereket bevinni. Ahogy én észrevettem. Look with your eyes, not with your hands. Keep them where I can see them. Look, don't touch. If you break it, you buy it. Have a safe journey. Well met, young time warrior. Új abilitikát akarunk, így van. Feloldott nekünk egy új dolgot, na nézzük. Egy új skill path nyílt fel. Aha. Lesser Rage. Ideiglenesen megnöveli a melee damage-emet. Hopp, na egy újabb képesség. És akkor ez most bekerült a 7-esre, az annyira nem jó. Úgyhogy az mondjuk oda megy. Az mondjuk ott úgy. Place dekoráció, hát oké. Azt is oda hátra rakjuk. Ha!
Na nézzük. Na hát, úgy néz ki, hogy akkor ez itt a vég. Na, nekem a 30-60 perces tutoriált sikerült, amúgy középre kellett volna bemenni, sikerült másfél óra alatt megcsinálni, majd másfél óra alatt. Ja. Azt hiszem tehetséges vagyunk. Tudjátok, hogy amúgy is szeretek mindent felfedezni, pedig itt most amúgy nem volt ez a cél. Na, ez már itt a vég. És oda tudunk ugrani. Ha végigugrálom, akkor vége a tutoriának. No! És kezdődik előről. Ez egy ingyenes játék. Csak jelenleg úgy lehet hozzáférésed, hogyha kódokat gyűjtesz be megfelelő helyeken. Például a chat tetejéről. Oké. Nekem amúgy az a része tetszik, hogy így kombozni kell a fegyverekkel. A többi részétől jelenleg távol állunk, még ettől a kraftolós ditól. Mert ugye free-to-playként azt mondtátok, hogy ahhoz először ki kell essen egy jó kis zsíros NFT, amivel aztán el lehet kezdeni építkezni. Egy kicsit félek. Oho. Oho. Oké. Okay. Oké. Ne! Shit. Azt hittem, hogy jó vagyok pedig. Hülye bogár! Hülye bogár! Érted? Megpattant. Hogy lehet, hogy egy bogáron megpattanok? Thank you.
Nem lehet odaköpni a földre, vagy valami ilyesmi, és akkor látom, hogy merre kell menni? Ja, most várunk. Hát azért estünk le, mert ott egy rohadt lyuk. Egy rohadt lyuk van ott, srácok. Ó, micsoda muzsika. Indult el itt közben. Jó, most nem megyünk tovább. Lehet amúgy csak annyit kéne csinálni, hogy ne essünk le. Csak simán ne essünk le. Az amúgy lehet, hogy segít. Épp azt akartam kérni, hogy mi lenne, hogyha itt mobok jönnének, és akkor ők még itt elterelnék a figyelmem. Az igen, nem láttam még ilyen tanki bogarat. Ja. Ja, de van varázsló játékban, gondolkodtam rajta, hogy azt kezdek. De mondom, jó lesz ez a közelharcos. Meg hát ugye lehet váltani a pakit vacsán, hogy éppen mi akarok lenni. Ingyenes legendary loot. Azt hittem lesz valami trükk itt. Ez micsoda, amit jött rám ez a
ez a narancssárga cucc, amit követett. Az a dolog, ami rád repült, az az alap craft anyag, és 500 darab ér 1,3 dollárt. Ja, akkor azért mondtad, hogy azt érdemes inkább venni. Dolgoznod kéne, te meg nézed hipnotizálva ezt, mert tudod Sian, hogy ebből a játékból, ha így elkezded játszani és befektetsz, akkor big money? Hogy is mentünk oda? Sehogy? Na várjatok, valahogy csak oda jutottam. Ja, ez real money. Csak ugye NFT, aztán az NFT-t eladod, és akkor azt meg kiutalod. Jó, mondom, valami ilyesmi a felépítés, nem? De hogyha ugye meg még több pénzt akarsz, akkor nem utalod ki, hanem visszaforgatod a játékba. Azáltal, hogy jobb cuccokat, jobb ilyen kraftolós cuccot, nagyobb szobát, jobb szobát veszel. Az a leaderboard az olyan cucc, Slayer, ha minden igaz, ha jól rémlik, hogy ott a Big Time jutalmaz meg titeket Big Time-os tokennel, kriptóval, igaz? Az idő őrét kell megölni. Mi van időre? Gyere ide időre! Szerintem az nem jó. Az nagyon nem volt jó, srácok. Beleklikkáltam. De elszúrtam itt a kombókat. Csak mondom, legyőztük az időrét a Strength-es Shrine nélkül. Ja, a potion-eket nem is használtunk, pedig ott van a nullán. Na, most még több sebzést osztottunk, és még több sebzést kaptunk be. Ez itt az idő vége lesz, srácok. Vége. Na akkor ez több mint másfél óra volt. Akkor most kezdődik igazán. Na várjál, engem a játék elején ide dobod be. Most kezdődik előre. Srácok, ez egy loop. Ez egy loop lesz. Aha. Party Finder. Oda néz. Player party állog. Na most, srácok. Már lehet is barátkozni. Jó, először tovább megyünk.
Itt vannak a bounty-k, daily és weekly bounty. Ebben aktiváltam valamit, és akkor ott van, hogy daily quest, hogy disable-öljünk rotating fire trap-et, illetve fire damage-elöljünk meg enemiket, és bezárjunk egy corrupt portált. A weekly quest-en pedig az, hogy eltessünk meg egy éhes hoarder vendroidot. Itt az ideje, hogy lecseréljük a tréninges Pocket Watchot. Kicsit ijesztő ez egyébként, hogy ilyenkor lerezetelődik a dolog és kezdődik előre. Maybe I can help you with something. Most ő ezt a lilát adta nekem, srácok. Az lehet? Az lehetséges, hogy ezt a lilát kaptuk? Át is lehet nevezni, aha. És akkor gondolom ezt szintezni kell tovább, hogy azt a Pocket Watchot ezt hozzá tudjuk adni. Ja! Ja, hogy úgy maradnak rajta a cuccok, hogy mint felszerelés rajtam. Uh-huh. Jó, akkor először is keresünk egy Vendroidot. Starter Gear Vendroid. Gyorsan eladogatunk, és már is megyünk tovább. Oda néz, egy zöld egykezes weapon eset. Csak ez kell még vitality, hogy egyáltalán tudjam használni. Na, közben lehet még egy 4 slotos ilyenünk is. Time Essence. És akkor... hát amúgy csinálhatjuk azt is. Van most arra lehetőség, hogy mondjuk kipróbálják egy másik klaszt. Mert itt ahogy látom egy warrior-os Pocket Watch-unk van. Ó, látom már mi a baj. Itt maradt a táska. És ez a táska egyébként az órához tartozik, szóval ez... Vagy ez hogy működik? Azt hiszem, hogy az órához tartozik. Akkor most azt mondjátok, hogy nem tudok átmenni, nem tudok másik órát szerezni, vagy majd az fel fog oldódni később. Azt mondja, hogy
great items for sale. Beszéljünk a class trainerrel. Hát jó, elmegyünk arra abba az irányba. Szerusz Ferenc, szavaztok srácok. Path of Healing. Path of Robotics. De le tudod venni, csak volt benne cucc, azért nem engedte. Ja, igen. És váltani pocket watchot, ami más klassz, azt... azt egyébként... most van lehetőség? Jó, ezt majd el kell adjuk. Bár az, ahogy az látom, az trash egyébként. Város feletti része vannak trénerek, akik adnak alapórát. Aha. Térképen a várostól balra. Oksa. Reset, skill pont, reset, stat pont. Na jó. Na jó, bemegyünk ide. Akár 6 fővel is lehet ezt nyomni. Ha egyedül játszol, lehet, hogy nem lesz balanszd az élmény. Azt mondja, érdemes, hogy érdemes partizni. Ajánlott klassz, egy Time Variol és egy Quantum Fixer. Oké, akkor megnézzük majd a kövirám, hogy milyen lehet egyébként más klasszal. Ez valami nagyon durva plac, mert itt nincs annyi FPS sem. Ja. Most látom még, hogy itt milyen bajok vannak. Pocket Watch slot increase. Például van itt ilyen is. Illetve sokkal több ugye az alap STR-em. Úgyhogy ezt megtoljuk még egy kicsit jobban. Csak az STR. Na és akkor... Tréner kell, majd ahogy itt tovább tudjunk menni különféle pálfokon. Into the fray, ott a taposás, jó. Barbáros üvöltés. Azt a tauntot nem rakjuk ki. Nagyobb szint, nagyobb range és nagyobb AOE rádiusz. Nagy taposás lesz. Az FPS túl érdekelt, upgrade-eltem ezen a néven pére és eltűnt a fele. Ezzel én is így voltam, lovacska, nagyon szoború is voltam, mondom, hát én csak egy nagyobb monitort vettem, most itt miért lett minden ilyen? Azt egy jó videókártyát is kellett venni. Jó,
Jó, nem érzem ezt a ritmust. Ezt nem hiszem el, hogy nem érzem a ritmust. Na, most megéreztem volna a ritmust, mert nem volt enemy. Jó, akkor megtapost. És kidodzsolta! Jó. Pillanat, srácok. Az éjszakai map veszi legjobban a gépet, igen. HP, regen, shine. Basszus, meg is ijedtem. Nice. Kapják. Megint siettem. Ilyen ez az elején 40p, nem a büdzsé kategória, hát nem. Nem. 4K, aztán meg pláne nem. Na. Nagyon megy ez már, srácok. Harvest, resource harvest, ilyet mond a játék. Ez itt most nem tudom mi volt. Ugye megnézzük a nagy térképet. Mert én itt ugye csaltam az, hogy leugrottam. És most vissza kell menni. Na, de ugye vajon hol kell visszamenni? Oké, szerintem megvan az út. Hát ilyen az, amikor shortcut olunk. Mindjárt kezdődik, srácok. Boss horda. Ja. Most mi van? Most
miért nem veszi el a fegyveremet, srácok? Nem tudok támadni. Valami rossz gombot nyomtam meg szerintetek? Ajaj. Nem tudok támadni. Nem enged balra klikkálni. Egyáltalán nem enged támadni. Oké. Hiába nyomom az F-et, nem történik semmi. Szerintem bebugolt valamiért. Követed a pajzsot utána, jó volt? Na, nézzük. Most jó, köszi. Jó, még így is meglecsázok. Nem tud mit csinálni, hülye boss. Hülye boss még bebugoltatta itt a dolgokat, de hát... Ja, hogy rezurektációs cucc. Köszi szépen, amúgy 3D messz a tippet, ez jó volt. Hát igen, most még több sebzést kaptunk be. Mondjuk én még nem is láttam élőbb 1440p-s monitort, megragadtam az őskorba a Full HD-ban. Istog... Ha szeretnéd, lefotózom az enyém. Aztán a monitort is. Jaj... Na! Tehát azt mondtátok, a várostól nyugatra vannak olyan trénerek, akik esetlegesen átképezhetnek minket, mert pontosabban adhatnak egy olyan pakit vagy csot, ami jó lehet. Maybe I can help you with something. Ja, hogy videóban már álltál olyan, de te szeretnél inkább élőben látni olyat, értem. Welcome. What can I get for you? Goodbye. What do you need? Hát amúgy, tessék. Valamiért az történt egyébként, ahogy én észrevettem ezt a bugot, hogy felvettem egy shieldet és elkvipelte a kétkezes fegyverhez, és emiatt nem tudtam támadni. Hello and welcome. Na és akkor Cell Trash. Nice. Várostól vannak a rezetek, és egy ilyen kis várikon, azok között van a tréner. Aha, látom. Neked még nem engedett kétkezes fegyver mellé shieldet? Hát valószínűleg ez nem is volt... egy olyan funkció, amit így akartak, valószínűleg ez most egy bug volt. Szerintem rájuk gondoltál. Na, Chronomancer, szerintem őt fogjuk megnézni. Ő a varázsló.
garázsló, varázsló, és akkor adott nekünk kezdő cuccokat, meg ott van a... Ó! Ez az. Várjál, most rossz ládában vannak a dolgok, gondolom én. Igen. Jó, azt csináljuk, hogy eladjuk a cuccokat. Ó, basszus. Eladjuk a cuccokat, és akkor megnézzük, ahogy milyen a Chronomancer. Szia! Nagyon ötletes név. Hello. What are you looking for? Az előbb nem adtam el amúgy a cuccokat. Have a nice day. Maybe I can help you with something. Azon, hogy... Ezeket ki lehet dobni. Krona egyedül szívás? Ja, most ki akarom próbálni, hogy milyen. Look with your eyes, not with your hands. Eat them where I can see them. Path of Fire. Look, don't touch. If you break it, you buy it. What a beautiful day today. Hello and welcome. Look, don't touch. If you break it, you buy it. Ja, nekünk az intelligencia kell, rárakunk annyit, hogy legyen 50. What do you need? Azt nézem, hogy teszünk egy kis agility-t, az movements, nem is ad, ja de movements itt ott van, meg egy kis vitalitás is. Én úgy érzem, ez lesz a nekünk való, és akkor itt pedig Chronomancer-es páv, az kell nekünk a tréner. Chronomancer tréner vajon hol lehet? Gondolom ott, ahol a többi tréner. Ez mi? Ez egy multiplayer RPG, ingyenes, és most tudtok hozzá a chat tetején kódot szerezni, és pénzt lehet belőle csinálni gyakorlatilag. Nagyon röviden és tömöden. Ha nem fektetsz bele, akkor lassan csinálsz pénzt, ha belefektetsz, akkor meg gyorsabban csinálsz pénzt igazából. Már gazdag vagyok-e? Hát még nulla. Ez... aha... Igen, ez a másik. Tehát, hogy ez nem az, ami nekünk kell. Na, de vajon hol az, ami nekünk kell? Hol lehet a Chronomancer-es tréner? Most már tudjuk, hogy ez itt van. Piros kell nekünk valószínűleg. Mármint Real Money, igen. NFT-t farmolsz, amit eladsz, és hogyha eladod, akkor kiveszed. Hát, 2 óra game, de úgy, hogy én 2 óráig csináltam a tutoriált. Azt írta a kiadó, hogy fél-egy óra a tutoriál, de hát... Nem gondoltak velem. Na, ez az, ami nekünk kell. Na! Szóval itt van több út is, van az ice, aztán van itt a energy, a fire, és a chronomancer.
Chronomancer az ugye, az, azt hittem, hogy az az alap. És mit tud ez a Chronomancer amúgy? Ez az alap, nem? Armor, Defensive, Layer, Destroy. Azokat azért kell tanulni, ha van valami skill azon az ágon, amit szeretnél. Aha. Jó, nekem, én úgy érzem, hogy én tűzmágus szeretek lenni, vagy éppen villámos. Mhm. Uh-huh. Ja, hogy ott Minor Frostból van, meg Minor Fireból. Aha, Double Tap. Na jó. Szóval, Fire hol vagy? Igen. Nagyon jó. És akkor most ez állokkolódott. Igen. És ott van az. De előtte Energy Meditation. Uh-huh. Minor Fireból, meg olyat. Mondjuk a Frost nem biztos, hogy kell. Jó. És akkor már így van ilyenünk. Fire Blast, ahhoz kell a Path of Ice 3. A Fire Blasthez? Ja, mert hogy Ice Dottal. Na ez viszont másabb, mert ott meg Fire Blast, igen. Ice Dot és Ball of Fire, jó. Ezt itt ki is maxoltuk. És ott van a Fire Blastünk is. AOE képesség. Let's go. 7-es Fire Blast kell. Ha jól értettem. Na. És akkor utána kell a Path of Fire. Jó. Na ez most ilyen nagyon tüzes mágus lesz. Remélhetőleg. És átmegyünk a másikhoz is. Mert hogyha esetleg váltani kell, akkor tudjunk váltani. Ja, vid is nyomta. Lá is nyomja. Így vannak magyarok közül páran, akik nyomják, mármint is streamerek közül, akik nyomják ezt a gémet. És még Stardew update, de nem a 16-a volt, amit így mondtak, hogy na azaz. Battlemancer. Mi lehet ez a Battlemancer? Na. Aha. Path of Fury. Pillanat, srácok. Dropkick. Melee damage healeli a szövetségeseket. Na hát az biztos, hogy nem kell. Akkor a Fury kell nekünk. Jó, de egyelőre, amit mondtam, hát ez valószínűleg nem az. Na! Battlemancer az a mágus és a warrior kombója, akkor lesz elérhető, ha eléred a level 30-at egy Thunder Cube portál mágussal vagy valamivel. Hú. Várjál, most mi amúgy megcsináltunk itt valamit? Ja, hogy közben lettek újabb bounty-k. Bágos, néha feldobja, hogy van küldi, de nincs. Néztem, hogy nem változott semmi.
Na ez a leaderboardos portál. Nem felelünk meg a requirementeknek. Ehhez kell valami, hogy be tudjunk oda menni. De az a leaderboardos portál volt, igaz? Azt azért jól tudom. What? Ez komoly. Na jó, hát lehet, hogy gyorsan fogunk váltani. Erről a karakterről. Jó, rip. Ez egy sima 7-es mob. Hát akkor nem mágus. Ehhez a mágushoz kell valaki, aki tankol. Ehhez a mágushoz kell valaki. Én úgy érzem, hogy ezzel a mágussal nem tudnék egyedül érvényesülni. Hoppá. Lehet heavy atakolni a light után is. Igen. Azt mondjuk, még nem néztük. Jó, hát végül is így mehet. Totál hülye vagy ez az NFT-s dologhoz? Na nézzük. Csupa. Most itt micsoda, srácok? Kéne nekünk pihi. Vagy itt nincs ilyen pihi. Itt energia meditáció van. Akkor lesz profitot, ha valaki más megveszi, amit árulsz, így van. Így van.
Van egy ilyen bug, hogy random bedobhatja hozzád a többieket. Ajaj. Akkor az azért early access még a game, igaz? Amúgy igen, mondta, hogy jó lenne egy társ. Az a helyzet. Igen, tehát azt akartam, hogy az a helyzet, hogy nagyon, hogy is mondjam, glass cannon ez a mágus. Legalábbis így az elején még biztosan. Skill heavy vagy mi? Haversátsz amúgy így? Hol van? Kilépett? Kösz! Kösz a lootot, haver. Kiírta neki is nagyba, hogy ezért revive, azt itt hagyott. Hát ja, csak így, hogy ketten vagyunk, kétszer annyi mob van, de kétszer annyi esély van az NFT-re, srácok. Szóval minél többen nyomjátok együtt, annál gazdagabbak lehetnek. Kösz, hogy megvártál, kösz a lootot, mehet. Mehetünk most már. De nem harcolunk azzal, haver, menjünk előre. Hogy lehet használni az NFT-t? Nyomsz egy C-t, és akkor itt van. Micsoda? Nem is mondtátok, hogy nekem már van NFT-m? Ez itt mennyi? Big money? Nem is mondtátok, hogy esett NFT? Mennyi egy NFT, attól függ, hogy miről van szó. Az NFT? Na basszus, én azt hittem, hogy csak az NFT-k vannak ott. Ha versenysz, végig akarja ütni az egészet. Hú, bakker, kitört közben a lábam. Ezek szerint van full damage. Szóval akkor ez micsoda, srácok? Ja, ez a homokóra! Ez a homokóra, cucc. Az felrakott következő dungeon-re esett a big time. Az NFT a non-fungible token. A
Hagyj mi. De ez Scrags, ami sokkal kevesebbet számít, mint egy rendes. Haver! Haver! Nem is mutatja a térkép, hogy hol van, meg gondolom bebugolva jött ide. Édes kenyér. Fungible, majdnem jól mondtam. Azaz nem felcserélhető írem. Hát ez... Most ezzel mit lehet csinálni? Amúgy. Beírom partiba, hogy... Come on, bro. I'm here. Just ran here. To the boss zone. We can do it. Then big money. Azt sem tudom, hogy látja egyáltalán. Na. Bene dobjon mellém valaki más, mert akkor rage quit. Hát ez áll neki, amúgy. Éven erről nem tehető. Attól még áll neki. Amúgy nagyon figyelnek arra a fejlesztők, hogy a lehető legjobban tereljék az embereket a 6-fős csapathoz, meg még a dropot is megemelték mindenre a 6-fős csapatoknál. Hát nyilván, ugye. Még több. Ez most egy... Aha, ez most egy boss. Az baj. Mármint, hogy kalkulálva. Nagyon megy, srácok! Az a szívás, hogy most nincsenek nálam a... A vízbe meghalunk. Mert ez bűzös víz volt. Nincsen nálam a... szütyő.
Na mindjárt csináljuk, srácok. Én a golfon vagyok, srácok, de igazából, ha jól tudom, mindegy, hogy melyik régió, és mindegy, hogy melyik szerverem vagy. Ugye? Igazából a karaktered az accountodon van. Amúgy a Bravon kezdtem, de ott valami nem volt jó. És át kellett jönnöm a golfra. Hoppá. Hoppá. Gondolom kombat van. Azért nem tudtam mi az felszerelést cserélni. Van értelme egyébként így szétütni a mobokat azon kívül, hogy eshet belőle NFT és nem elmenni csak úgy simán a végére? Vagy igazából mindent ütni kell, mert eshet belőle NFT? Utóbbi. Aha. Csak olyan gyorsan teli lesz ugye az inventory, hogyha mindent is szétütök. Nyilván idővel meg kell válogatni, hogy mi az, amit fölveszünk. Nyomok egy kotit. Ide kell is a poti. Nem lehet potit nyomni fájt közben. Hát akkor ez halál. És a szintlépéssel meg lehet. Ezt kell találni.
Micsoda? Micsoda? Jesus. Most láttam el egy rare órát, $300. Az igen. A rare órával lehet, vagy legalábbis az órákkal lehet tokent szerezni. Jól figyeltem, srácok. Ezzel az hourglass-szel, ezzel a homokórával. Ezt majd ki kell próbálni. Erre kíváncsi leszek, hogy milyen. Mi ez a cucc? Encrypted item. Az igen. Ez ilyen intes cucc. Hát az meg wisdom. Ó, egy 6 slotos táska, csak 10-es szint kell, és akkor tudjuk használni a 6 slotos táskát. Az igen, még egy 6 slotos táska, ami még movement speedet is ad. Na ez a kör, ez így nagyon jó volt, és amúgy még estek gírek is, amiket hozzá lehetne adni a Pocket Watchhoz. Ott van nagy... Egy Summon Decoy, meg Agility. Dex és egy Explosive Trap. Vagy csak simán Explosive Trap. Erősen Pay to Win. Miért lenne Pay to Win? Ez mi volt? Nem adta be. Ja, mert hogy megütött valószínűleg az. És még itt is van egy Insectoid Nest. Jól van. Amint állokolunk, respawnolni tudunk waypointnál vagy fast travelezni. Valami ilyesmit mond. Nekünk vendor kell. Starter gear vendor.
Have a safe journey. Ez gyakorlatilag digitalizált MLM game. Nem amúgy. Fura volt ez a futás. Jó. Jó. Hát amúgy abból a szempontból nyilván jó, hogy aki itt, aki hamarabb kezd vele, annak annyi előnye van, hogy ő már szerteltett olyan dolgokra, hogy gyorsabban tudja a pénzt csinálni. És a legtöbben fognak neki fizetni, ha jól értem. Mert ugye ő árulja a cuccokat, amiket neked meg kell venni. Jaj. Úgyhogy, srácok, belepillantottunk, hogy mi ez a játék. Megnéztük, hogy milyen. Én úgy érzem, hogy még csak éppen most kezdtünk bele. Nem gondoltam, hogy a tutorial az nekem másfél óra lesz. Azt hittem, hogy jobban bele tudunk majd mélyedni. Hát a tutorialba jobban belemélyedtünk. Megnéztük, hogy ez milyen. Aki szeretne hozzáférés szerezni, ott a link egyébként a chat tetején, meg majd a VOD kommentjében lesz. Kipróbáltuk, megnéztük. Nekem ez a fejlődési része tetszik egyelőre. Látjátok, egy darab ilyen kozmetik cucc nem esett. Azt majd ki akarom próbálni, majd legközelebb, hogy mit lehet ezzel az Hourglass-szel csinálni. Ugye mondtátok, hogy ezt, hogyha rárakom egy dungeonre, akkor lesz big time tokenünk. Úgyhogy, hát ez abból a szempontból érdekes lehet, hogy jelenleg ugye ingyen tudtok játszani velem, és lehet, hogy már a tutorial alatt, ahogy írtátok, megüti a szerencse a markotokat, aztán már csak ki kell szedni belőle a pénzt. Eladjátok, és pénz. Hát, hogyha nem játszik senki a játékkal, akkor nem tudod kinek eladni, ezért akarnak minél több játékos nyilván. Úgyhogy ez ilyen. De hogy így ingyen van. És mondhatni, te csinálod benne a pénzt. Van, aki lassabban, van, aki meg befektet, az meg gyorsabban. Igazából ennyi. Piramis játék? Szerintem nem piramis. Úgyhogy így kipróbálás szintjén érdekes volt a dolog. Nem lett belőle pénz. Úgyhogy majd remélhetőleg legközelebb lesz belőle a pénz, és akkor még több pénz, az nagyobb boldogság, és luxushajó, meg ilyenek, meg megtankoljuk a jachtot. Úgyhogy ennyi. Remélem, hogy valakinek világossá vált ez az egész pay to earn-ös rendszer, nekem mindenféleképp. És remélem, hogy hozzá tudtalak titeket segíteni a szerencséhez, vagy esetleg eltántorítani. De az biztos, hogy valamennyire okosabbak lettünk, valamit tanultunk ma. Én ma akarok majd legközelebb is játszani, mert kíváncsi vagyok, hogy ezekkel az Hourglass-szel mit lehet csinálni. Kíváncsi vagyok, hogy free-to-play játékosként mit lehet még ebben a játékban elérni. Azt megértettem egyébként, hogy aki költ, az miben tud többet szerezni a játékban. Valamennyire világossá vált ez az egész, de a kriptos biznisz az még mindig homály, hogy azt így, hogyan lehet űzni,
hogy miket érdemes fölvenni a portfóliólra, meg ilyenek, úgyhogy hát valamennyire okosabb lettem. Úgyhogy ennyi, srácok. Köszi a figyelmet!